Sziasztok! Köszöntelek benneteket az Elden Ring végigjátszás sorozatom 116. részében. Én Peti vagyok, és mielőtt bármit is csinálnánk, meg bármit is elmondanám a szokásos dolgokat, meg ilyenek, azelőtt tartozom egy kis magyarázattal az előző részben történt hangminőséget illetően, hiszen mint ti is hallhattátok, hát eléggé doboz hangom volt. Na, minek is köszönhető ez? Hát, felkeltem korán reggel, nem tudok mostanában, felkelek reggel ilyen 5-6 órakor, és nagy vidáman idejövök a számítógéphez, a szokásos reggeli rutinum után, hogy jaj, de jó, majd én fogok epizódokat felvenni, meg mit tudom én, nincs már messze a fejezetzáró, tök jó lesz, a hétvégén meg is lesz, meg ilyenek. És akkor ezzel a lendülettel én be is kapcsoltam a PC-met, meg minden, gondoltam, hogy minden rendben van, habár már az az üzenet fogadott reggel, hogy nincsen internet. Gondoltam, jó, rendben, elvégeztem a szokásos procedúrákat, hogy hiba elhárítás, meg router kikapcs, router visszakapcs, stb. Tehát ezeket mind elvégeztem, a szokásos dolgokat, így lett is internet, nagyon jó. Benyomtam az OBS-t. Már ott nekem furcsa volt az, hogy a mikrofont azt egyáltalán nem érzékelte. Először a capture cardot se akarta, de aztán azt nagy nehezen felismerte, elkezdte érzékelni. A mikrofon hangsávján viszont nem láttam bármiféle jellegű mozgást, vagy bármi ilyesmit, ami ugye azt jelzi, hogy érzékeli a bemeneti eszköz a hangomat. Úgyhogy ezen is elkezdtem egy kicsit mókolni. Kihúztam a mikrofon USB csatlakozóját, visszadugtam az USB csatlakozót, mert ezt általában meg szokta oldani a dolgot, mert vagy USB OBS frissítés után szokott ilyen lenni, vagy egész egyszerűen a gépem gondol egyet bizonyos időközönként, és ő úgy dönt, hogy nem ismer fel bizonyos USB bemeneti eszközöket igazából, vagy kimeneti eszközt, vagy tök mindegy, igazából bármilyen USB eszközről beszélhetünk. Úgyhogy most is ez történt egyébként, hogy valami az USB csatlakozóimmal, vagy nem tudom, van, mert mondom, ezt bizonyos időközönként eljátsza, és ez megtörtént most is, de addig állítgattam itt az OBS-en, meg a Windows-on, meg a többi beállításokba, hogy elkezdett érzékelni egy hangforrást, egy bemeneti hangforrást, amin ugye, hogyha beszélek, akkor rögzíti a hangomat. Igen, ám csak én azt nem tudtam, hogy ez nem az én mikrofonom, hanem én most nem tudom, hogy a webkamera mikrofonját érzékelte, mint a régi jó időkben, ugye a Final Fantasy 7-es végigjátszás sorozatomnál, vagy a Warcraft 3 Reforged-os végigjátszás sorozatomnál. De az a lényeg, hogy vagy a webkamera mikrofont érzékelte, vagy esetleg a Microsoft fülesemnek a mikrofonját érzékelte, vagy az is lehet, hogy a monitorom van valami izé. Bár azon nincs, azon csak hangszóró lehet maximum, de szerintem még az sincs, mindegy. De az a lényeg, hogy valami teljesen más bemeneti forrást érzékelt ő, és azzal rögzítette az én hangomat. Én gyanítom egyébként, hogy ez a webkamera mikrofon volt egyébként. Úgyhogy ez történt, és már csak a felvételt követően vettem észre. Először onnan indult, hogy nem is volt hang. Tehát amíg az OBS meg volt nyitva, és próbáltam visszanézni az előző részt, addig nem is volt hang. Pánikba estem, hogy el van rontva a végigjátszás, mert van benne egy olyan rész, ahol abszolút nincsen hang. Szerencsére, amint kiléptem az OBS-ből, rájöttem, hogy van hang, csak akkor nincs, hogyha meg van nyitva, és akkor realizáltam azt, hogy ez bizony azért van, mert valami olyan bemeneti forráson keresztül rögzítette a játék a hangomat, ami hát nem a mikrofonom. És utána itt mókoltam egy kicsit, egyik USB csatlakozóból átdugtam egy másikba, aztán most meg már jó lett elvileg. Tehát csináltam egy próbafelvételt, most már elvileg tényleg a mikrofonomba beszélek. Remélem. Úgyhogy így nagy vonalakban most ezzel ugyan 5 perc elment, de ez muszáj voltam, mert tényleg a tököm ki van már az, hogy a gépem bizonyos időközönként gondol egyet, és nem ismer fel eszközöket. Csak úgy. Este kikapcsolom, akkor még jó minden, másnap bekapcsolom, és egy-egy eszközt nem ismer fel. És ez nem tudom, hogy mitől lehet, srácok.
Ha ez valaki esetleg tudja, akkor megírhatja kommentbe amúgy. Ha valaki ilyen nagy ilyen tech zseni, meg mit tudom én, mert azt szívesen fogadom, hogyha ezt a problémát valahogy meg lehetne oldani. Jó, az tény, hogy sok USB eszközt használok, mert egér, billentyűzet, webkamera, Elgato capture card, mikrofon, akkor az internetem is egy ilyen USB sticken keresztül van, tehát hogy nincs bekábelezve a gépem a routertől, hanem ilyen TP-linkes, ilyen wifi, ilyen izém van, ilyen stickem, tudjátok, nem tudom, hogy minek kell ezt nevezni. Meg azon kívül néha be van még dugva egy-két ilyen ilyen USB kábel, hogyha be akarom, hogyha tölteni akarom a fülest, akkor például ezt gépről szoktam tölteni, vagy hogyha valami olyan játékkal játszok PC-n, amit kontrollerrel kell játszani, akkor azt is értelemszerűen azért inkább vezetékkel szoktam, szóval igen, elég sok USB eszköz használok, tény, de ugyanakkor nem tudom, hogy ennek mégis egyébként mi lehet az oka, hogy néha-néha nem ismer fel ilyen eszközöket. És ez most bizony érintette a végigjátszás előző részét, amiért elnézést kérek. Remélem, hogy azért nagyjából élvezhető volt a rész, mert mondom, én az elején teljesen megvoltam ilyen, hogy úristen, de hát nincs is hang. Az talán kellemetlenebb lett volna, sőt, biztos, hogy kellemetlenebb lett volna, de szerencsére azért nem ez van, tehát ez a régi jó kis dobozos hang van. Én mondom, gyanítom, hogy a webkamerám mikrofonjáról van szó, hogy az rögzítette a hangomat, és tehát ezt az egy részt, ezt így kell, srácok, kibekkelni, sajnos. Mondom, még egyszer ezért elnézést kérek, de hát én nem vagyok egyébként egy nagy kompjúter zseni, meg egy ilyen nagy tech zseni, engem is simán meg tudnak viccelni a dolgok. Tehát én annak örülök, hogy ezt most így ki tudtam egyáltalán javítani, egy-két ilyen egyszerű lépéssel, aztán remélem, hogy most egy jó darabig nem lesz ezzel probléma. Most is inkább itt benézek gyorsan a izébe a tulajdonságba, de most USB kondenzer mikrofon van beállítva, úgyhogy most elvileg a felvétel az most tökéletes, mármint a megszokott hangminőségben fog felkerülni YouTube-ra. Na, de most, hogy ezt a kis kirohanásomat, meg ezt a kis panaszkodásomat meghallgattátok, most akkor kezdjünk bele az epizódba. Annyi, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha amúgy tetszenek a videóim, de bármilyen indoknál fogva még nem tettétek volna ezt meg. Írjátok le véleményeiteket, illetve észrevételeiteket, például ezzel a USB problémával is kapcsolatban is nyugodtan a komment szekcióba, de hogyha nem jut eszetekbe semmi, akkor egy algoritmus megtámogató bármilyen kommentért hálás leszek. Lájkoljátok a videót, hogy minél több potenciális nézőmhöz eljuthassak, illetve kapcsoljátok be a kis csengőikont annak érdekében, hogy értesüljetek a legfrissebben feltöltött tartalmaimról. Kövessetek be Facebookon, Instagramon, TikTokon, és akkor most, hogy elmondtam a kötelezőket, amit remélem, hogy minél többen és minél gyakrabban megtesztek, kezdjünk bele ténylegesen az epizódba, tehát nyilván most itt 8 percet elpofáztam, úgyhogy megpróbálok 8 perccel hosszabb epizódot beiktatni ezúttal, mert ezek a nemes urak itt úgy látszik, hogy és itt ki lehet ugrani, vajon? Mert nekem nagyon úgy tűnik, hogyha ez így van, akkor tegyük meg. És akkor itt lesz a Scarabeus. Ami ad nekünk egy Somber Smithing Stone 5-öt. Meg más egyéb dolog is lesz itt szerintem. Még ha nem is most, de a későbbiekben ide vissza kell majd jönnöm. Itt van egy létra felfelé, szóval igazából nem csináltunk semmi olyat, ami... Itt azon szobron van egy item. Ó! Oh.
Erre nem számítottam. Erre meg végképp nem. Hát jó. Ezt kapcsoljuk fel. Ó, barátaim. Nem Dead Blight-ba akarok meghalni. Köszönöm. Mi ez a sok HP, ami van nektek? És még nincs vége a bulinak. Somber Smithing Stone 6. Nem is tudom, hogy a izé ez a varázsbot tuningoláshoz ahhoz 6-os vagy nem, biztos, hogy 7-es vagy 8-as kell már hozzá. És akkor úgy tűnik, hogy ennyi. Ezért értem meg ide benézni. Mi a fasz? És akkor hol volt a létre? Az valahol itt volt. Úgyhogy azért mondom, ez egyébként elég izé, elég idegesítő egyébként, hogy az előző rész az így sikerült. Itt van a híd alattunk, amit felengedtünk. De ugyanakkor én örülök annak, hogy egyáltalán van hang. Mert mondom, először nagyon megijedtem, hogy hang se lesz. Jó, és akkor ugyanide visszajutunk. És akkor ezek a izék, ezek a nemesek, ezek meg így szét vannak mérgezve. Gondolom, lehet, hogy így lesz belőlük ilyen kígyó ember amúgy, vagy nem tudom. Jó, erről jöttünk. Így van. Jó, hogyha te ezt nem veszed észre, barátom, az nekem csak jó. Itt van még lent ez az item. Commoner Headband. Szóval most emiatt az előző rész miatt egy kicsit ki vagyok akadva. Nem nagyon tudom, hogy mondjam, megemészteni egyelőre ezt a dolgot. Igyekszek minél hamarabb túllépni rajta, de tényleg nagyon-nagyon bosszantó, nagyon zavaró. Mondom, lehetett volna sokkal rosszabb is. Mert ha egyáltalán nem lenne hang, az még rosszabb lenne. De... tehát az, hogy ilyeneket csinál a PC-m, az nagyon nem oké. Tehát, hogy random elmegy az internet, meg random elmennek ilyen izék, ilyen... USB eszközök, és akkor ott kell találgatni, meg keresgélni, hogy miért, meg mikor, meg amúgy... Nem is értem, bazd meg. 16 giga RAM, i9-es proci. Jó, én nem azt mondom, tehát nem egy nagyon modern PC ez, de tehát azért szerintem még viszonylag a mai standardeknek is megfelel egyébként. Meg mit tudom, milyen videókártya van benne, megmondom őszintén, annyira nem értek ezekhez a dolgokhoz. De az i9-es prociba meg a 16 giga
Hát mondjuk jó, azt hiszem, hogy ez csak DDR3-as ramok, de akkor is, tehát hogy ezekbe biztos vagyok, meg mit tudom, én világít itt nekem, mint a karácsonyfa, bazd meg, és olyan hülyén van megtervezve az egész gépház, meg az egész elrendezés, mert hátul nem tudom, van 20 akárhány USB csatlakozó, most csak mondtam valamit, előre meg raktak egészen pontosan 2 darabot. Tehát, hogy én értem, hogy gamer PC, meg világít a színskála össze színébe amúgy, meg mit tudom én, tök jó, tök jól néz ki, csak igazából kurvára nem praktikus. Mindent hátra kell bedugni. Tehát bármivel gond van, bármit akarok csatlakoztatni, vagy lecsatlakoztatni, vagy bármi, akkor azért nekem innen a íróasztalból ki kell húzni az egész gépházat, és akkor hátul ott el kell kezdeni matatni, annyira fú. Tehát, hogy én értem, hogy világít, meg értem, hogy gamer PC, meg a faszom, de bro. Tehát az ilyenektől falnak megyek, bazd meg. Tehát nem praktikus. Nem praktikus, egyszerűen. És én annak örülök csak amúgy, hogy erre a gépre, erre viszonylag nem kellett sok pénzt költenem egyébként, mert használtam, vettem az egyik volt kollégámtól. Jó, amit egyébként, hogyha nézi a videót, akkor ezúton is köszönök neki amúgy, mert tényleg az van, hogy tehát hogyha nem tőle veszem meg a PC-t, akkor a mai napig nincsen PC-m szerintem, és akkor nem tudom folytatni a videóknak a felvételét, meg a YouTube-ozást, meg mit tudom én, szóval lesz egy szóval köszönöm neki a dolgot, de tehát ez a kialakítás, én ettől falnak megyek, és ez nyilván nem az ő hibája, meg mit tudom én, csak el sem tudom képzelni, hogy annó mennyiért vehette amúgy ezt a gépet, mert ez tényleg ez néhány évvel ezelőtt azért még egy elég modern PC-nek számított szerintem. Nem is olyan régen. Olyan csicskák. Men Serpent Ashes. Na nézzük csak meg. Ezen túljöttem. Itt is vannak. Egy deformált emberkígyónak a szelleme, ami egy magmából készült, vagy magmával bevont ostort visel. It is said that long ago, the elder serpent that dwelled on Mount Gelmir, they were the demigod, and the birth of the man serpents followed. Ó, értem, tehát azt mondják, hogy réges-régen az ősi kígyó, vagy a nagy öreg kígyó, de inkább ősi kígyó, ami Mount Gelmirt járta, vagy Mount Gelmiren élt, vagy az elnyelt egy félistent, és ez nagyon fontos dolog egyébként, és aztán ennek a félisten elnyelése után azonnal ezeknek a kígyó embereknek a születése követte a dolgokat, úgyhogy tehát van itt valahol egy ősi kígyó, aki elnyelt egy félistent. Ugye kik a félistenek? Hát azok a félistenek, akiknél az Elden Ring nagy szilánkjai vannak. És ugye, Lady Tanit által már azt is tudjuk, hogy a vulkán birtok igazi ura az nem más, mint Lord Rykard, Radagonnak és Rennalának gyermeke, egy szilánk hordozó, Ranninak a jelenlegi jegyesünknek a testvére, a bátyja vagy az öccse, vagy nem tudom ki az idősebb, és akkor ebből már talán ki tudjuk következtetni. Meg hát, hogy itt ezen a helyen nagyon kígyó minden. Tehát ki tudjuk következtetni talán azt, hogy az elnyelt félisten az talán nem lehet más, mint Lord Rykard. Akinek egyébként itt lenne egy trónja. Tehát ez az ő trónterme lenne, én azt gyanítom.
hiszen hogyha ide kijövünk a izére, erre a kis teraszra, akkor láthatunk itt egy izét, egy ilyen átjárót, amiben hogyha bemegyünk, akkor gyakorlatilag már tudnánk is vele találkozni. Amit én még nem fogok megtenni, hiszen hiszen még azon rajta kívül még van egy boss, akit itt valahogy meg kell találnom, akit még nem tudom, hogy hogyan fogok megtalálni. Illetve szerintem még rohadtul nem szedtem itt fel mindent. Oh my fucking god. Ez baj. Kitől tudnék Stone Sword Key-t szerezni? Patchesnél talán volt egy. Jó, most itt újra végig kell magam verekedni, de erre nem számítottam, hogy nulla izé van nálam. Stone Sword Key. Jó, az a szellem is fontos lesz egyébként, de majd hozzá is később oda megyünk. Patches? Hello again. Welcome to Patches. Figyelj. Ó, mi van a jutalmammal? Ugye egy-két résszel ezelőtt legyaktunk neki egy kárhozott célpontot, aki Patchesnek volt a megbízása. Sharper than you seem, aren't you? Okosabb vagy, mint hittelek. Just hold on to it for you. You know. Here you go. The reward for hunting Tragoth. All yours. Magma Whip Candlestick. Oké. Na, hát azért mondom Patches, tehát ne butáskodjunk. És hogy jó drágán ugyan, de van nála egy Stone Sword ki. Ez egy. Én, mivel ennyire nincsen Stone Sword ki, akkor én úgy gondolom, hogy be kéne még szerezni néhányat amúgy. Kinél lehet még? Melyik árusnál lehet még Stone Sword ki? Itt is van egy Isolated Merchant, nézzük meg ezt. Bocsi srácok a kitérőért, csak nem tudtam róla, hogy ennyire nincsen. És akkor itt merre megyek? Nem erre megyek. Hanem itt be kell jönni. És akkor... És akkor itt erre elvileg erre lesz a merchant, ugye? Mi? Jó, erre. Jó, most itt maradjatok ott, jó? Pont telibe szarlak titeket. Back all unused this. Hát tőle megvettem már. Sajnálatos módon. Jó, ezeket megvehetem amúgy, csak totál feleslegesen veszem meg, mert úgyse használom esofvárokat. Jó, akkor... Itt is volt még valami merchant, nem? A nomadic merchant. Nem, legyen nálam vagy kettő, mert... Nem is néztem, hogy egyel nyílik-e vagy kettővel ez a szar. Jó, nála kurvára nincsen semmi.
Ki vagyok borulva, bazd meg. Nem elég, hogy végig kell ezt magam verekedni ott megint mindenkin. Megvettem volna mindenkitől, bazd meg a Stone Sword kieket. Jó, hol van még? Kálénál biztos, hogy nincs. Ennél a faszinál. Vagy még esetleg Round Table-be, izé banyáknál lehet talán. Trade again. Jaj, de jó, köszönöm. I'm finished. Jó, ezt is add ide. Legyen meg. Oké. Na szóval, srácok, bocsa kitérőért csak. Guest Hall. Prison Town Church, Sea Devoter Terminus. Nis. Hol van a... I guess. Szóval... Szóval... Kicsit ki vagyok borulva. Most. Ezen történések miatt. Mondom, ha erre tudtok valami megoldást amúgy, akkor... Nagyon szívesen veszem kommentbe a dolgokat, de lehet, hogy csak az USB csatlakozóim vannak már simán elbaszódva. Én nem tudom. Nem, az a kurva egy igazság egyébként, hogy ezért nem szeretek egyébként... te várjál már. Hello. Szervusz. Szóval ezért nem szeretek egyébként PC-vel foglalkozni. Mert tényleg az van, hogy akkor egy izé, tehát hogy kurva nagy lehúzás ez bazd meg, hogy megveszel egy kurva jó PC-t, geci drágám, most vegyük, tegyük fel, hogy újonnan, tehát hogy tényleg az van, hogy mit tudom én, alkatrészről alkatrészre összerakod magadnak, vagy akár csak. Ó, jó, oké, tudom, hogy hol vagyunk. Vagy akár csak... Hogy akár csak megveszed a boltba tényleg készen összerakva, mit tudom én, egy izé, egy kurva fasz a gamer PC-t, most csak mondtam, vagy bármit. Ami ilyen, tényleg ilyen tök jó perifériákkal rendelkezik, meg mit tudom én. És akkor mi van? Eltelik egy-két év. És akkor már jaj, már izé, már jön az új generációs processzor, már nem i7-es van, hanem i9-es, meg nem izé van. Nem DDR3-as RAM van, hanem DDR4-es RAM van. Ja, meg amúgy is kijött az új izé 690.000 forintos videókártya, úgyhogy egy nagy szar vagy amúgy, mert hogyha kijön a következő játék, az már nem fog rajta futni, geci. És ezért szeretek konzolon játszani, nem úgy meg konzolon ilyen nincsen. Tehát tényleg benyomod a kis gombot, és akkor az arra a konzolra dedikált játékok, azok szépen futnak rajta.
Jó, nem azt mondom, mert konzolon is vannak nyilván néha idegesítő dolgok, meg mit tudom én egyébként, de ezért nem vagyok hajlandó egyébként a számítógépbe olyan sok pénzt beleinvestálni, mert tényleg egy nagy izé, nagy lehúzásnak, meg átbaszásnak érzem az egészet, bro. Tehát az, hogy örökkön-örökké bazd meg ilyen több százezer forintokat költsél arra, hogy mindig aktuális maradjál, és tényleg tudjál játszani a jó játékokkal, meg hogy a legfrissebb programok azok fussanak, meg mit, tehát ez borzasztó. Tehát én azért nagyon remélem, hogy a konzolok világában majd azért nem fog eljönni az, hogy mit évente van generációváltás, azt évente vettem majd 250 ezer forintért az új konzolt, mert akkor nem tudom mi lesz. Én imádok játszani, meg tényleg mit tudom én, de azért van egy határ, tehát hogy azért lófasznak is van vége, én úgy gondolom, és ez a számítógép esetében nálam már nagyon régen eljött. Tehát én egyszer-kétszer volt az, hogy tényleg vettem magamnak, vagy építettem magamnak gépet, vagy mit tenni így a 30 akárhány évem során, tehát hogy amúgy se öltem bele sok energiát, de Most így felnőtt fejjel meg már annyira se. És akkor nagy gamer PC, meg izé, tényleg világít itt nekem bazd meg éjjel-nappal, mint a karácsonyfa. És akkor nem érzékeli az USB csatlakozót, meg mit tudom én, tehát tényleg borzasztó. És tényleg sajnálom, hogy most ez a rész ez erről szól egyébként, hogy rentelek egy kicsit, de tényleg nagyon frusztrál és nagyon ki vagyok ezen borulva, hogy mindig van valami a számítógéppel kapcsolatban, és az embernek soha nincsen nyugta. A konzolt meg bekapcsolom, és az esetek 99%-ában bekapcsol és megy. Tehát, hogy így... Nem azt mondom, vettem mostanában PC-re egy-két játékot, de őszintén, tehát a legtöbb végigjátszásomat azt... Ó, és erre azért gondoltam én igazából, hogy itt nem jártam még. A legtöbb végigjátszásomat az biztos, hogy konzolról fogjátok látni. Ennek nyilván az lesz a hátránya, hogy a legtöbb játékhoz biztos, hogy nem lesz magyar szinkron, magyar felirat, meg ilyenek, de ugyanakkor én nem vagyok azt hajlandó kockáztatni, hogy PC-re megveszek egy játékot, vagy bármi ilyesmi, és akkor elkezdek egy végigjátszásról YouTube-on, vagy akár később streamelve, vagy bármi ilyesmi, és tényleg az van, hogy mondjuk mit tudom én, félúton bedöglik a PC-m. Mert ha most bedöglene a PC-m, akkor jó, azt mondom, rendben van, hogy nem tudok felvenni. Meg ilyenek, de ugyanakkor a mentésem meg a dolgaim azért azok nagyon nem vesznének el. Mert konzolról csinálom. Oda hogy jutok át? Én tényleg azt is megértem úgy, hogyha van olyan, akinek mit te infinite mania van, vagy valami, és akkor tényleg minden évben ki tudja cserélni a legújabb alkatrészekre a számítógépének az elavult komponenseit, de én nem tartozok ezek közé, az biztos, és egyébként nem is lennék hajlandó rá. Most én innen leugrok, akkor vajon meghalok? Oh.
Szóval mondom, én tökre megértem egyébként, hogyha ezzel kapcsolatban nem értetek velem amúgy egyet, mert én tudom, hogy Seedbed Curse, ez egy későbbi questhez nagyon fontos lesz, nézzük meg, hogy mi ez. Kulcstárgy. Egy olyan átok, ami egy olyan testen nő, amit a trágyafaló, ugye vele már találkoztunk a kivetülésével a kerekasztal előbb a Round Table Hold-ba, amit defiled, most meggyalázott. Tehát, hogy egy olyan meggyalázott holttesten, egy trágyafaló Dungeater által meggyalázott holttesten növő átok ez. Igazából. A defile az meggyalázást jelent, azt hiszem, vagy így lehet talán a legszebben fordítani. Na. Ebből fogunk még rengeteget találni a játékban, igazából nem is tudom, hogy pontosan mennyit, meg azt sem tudom, hogy pontosan hol van az összes. Majd, hogyha ennél a questnél járok, akkor szépen utána fogok nézni. Ó, és itt van egy izé felfele. Akkor menjünk először erre. Mert ez kivisz minket ide. Maszkom. Konkrétan. Aha, persze. Kurva anyád. Na várjatok csak. Hát sebzett rajta valamennyit, én nem azt mondom. Meg lehet, hogy ez nem a legjobb ellenfél, hogy kipróbáljam ezeket a dolgokat. Na, akkor most jutottunk ki ide. Itt fentről láttuk ezt az itemet, ami egy Somber Smithing Stone 7. És én most azt nem tudom. Nem, egy 8-as kéne, bazd meg. És 8-asat nem találok. Tehát az összes többiből van annyi, mint a... Úgyhogy nem tudom már őket hova tenni. De izéből nem találok, 8-asból. Jó, akkor ez volt itt. És én úgy gondolom, hogy innen nagyon nincs is tovább sehova. Arra például tök kíváncsi lennék egyébként, hogy ti a PC-hez hogy viszonyultok, hogy PC-sek vagytok-e inkább, vagy konzolosok. Abba is egész nyugodtan belemehetünk, most nem izé vitatkozás gyanánt meg ilyenek, csak úgy kíváncsiságból, hogy ki az, aki PS-es, ki az, aki Xbox-os. Én például kifejezetten boxos vagyok, tehát én régen annó PlayStation-on kezdtem a pályafutásomat, még nagyon régen, hogyha szabad így fogalmazni, hogy pályafutás. Ash of War Royal Knights Resolve. Nem akarok hülyeséget mondani, nem tudom, hogy ő ki lehet. De itt ez jól láthatóan az Earth Tree-nek a képe. Ő viszont szerintem egy az egybe Rijkaard. Csak egy más izéből, más profilból. Jó, pedig ez annyira gyanús volt. Ide van ültetve, vagy oda van állítva elé a szék, meg ilyenek. Na, szóval, amúgy erre kíváncsi lennék, erről majd lehet, hogy fogok is kitenni egy ilyen community posztot, hogy írjátok meg.
Kíváncsi vagyok, hogy ki mi mellett rakja le a voksát, és hogy leginkább miért. Mondom, tehát nekem amúgy ez tűnik a izének a logikusnak amúgy, hogyha ha csak nem izéhez valami olyan, és akkor itt kijutottunk egyébként a vulkán birtok elejére, ahol van patches. Tehát itt megint csak csináltunk egy tök jó shortcutot egyébként. Na szóval, ha csak nyilván nem valami izéhez, valami munkához kell esetleg a baromi erős gép, vagy valami, és most itt nem videózásra gondolok szerintem, hanem mondjuk bármi egyéb tényleg civil munkára, vagy valami, akkor szerintem amúgy full nem indokoltam úgy PC-vel foglalkozni, de ez mondom, ez csak az én személyes véleményem. Mert én azt is megértem, hogyha valaki csak simán szereti amúgy építgetni, vagy meg ilyenek, de én személy szerint úgy gondolom, hogy ez a világ összes pénze, és hogyha az ember csak játszani akar, akkor mit, 5 éven, inkább veszek 5-6 évente, vagy nem tudom most már hány évente van generációváltás, mondjuk 250 ezerért egy konzolt. Mert mondjuk jó, azért annyira vagyok izé, hogy nyilván az erősebb konzolt veszem meg, tehát most is a Series X-et vettem meg, nem a Series S-et. De, tehát az, hogy én PC-re pénzt áldozzak, hogyha egy használtan tudok venni PC-t izéért, mit én, nagyon maximum plafon az 200 ezer forint, mert most ezzel jól jártam azért, tehát most már ezt tavaly december elején vettem ezt a PC-t a munkatársamtól, és igazából, hogyha ezeket nem számítjuk, ezeket a dolgait, hogy vannak ilyen dolgai, hogy elmegy az internet, meg nem csatlakozik az USB, meg ilyenek, akkor amúgy azon felül egy jó vétel volt ez. És azon gondolkozok, hogy hol fogom megtalálni a boss-t. Már nem Rikardot, mert Rikardhoz a izén keresztül kell bemenni. De hogy itt még van egy rejtett boss, ami ez egyébként legegyszerűbben nyilván úgy tudunk eljutni, hogyha a Raya Rukari akadémiának az alján volt egy vasszűz, amiről Patches is beszélt még a, nem tudom, a második fejezet, nem tudom, hanyadik részében. És ott mondta azt, hogy van még egy működő vasszűz, lehet, hogy érdemes lenne megnézni, mit tenni, és az vitt volna el egyébként ide a vulkán birtokra, ahhoz a titkos-titkos bosshoz. Mert így manuálisan nem igazán tudom, hogy kell hozzájuk eljutni. Utána kell néznem. Viszont someone please kill him. That horrendous serpent. Praetor Rikard. Aha. Azt mondja, hogy kérem valaki ölje meg azt a mit tudom én milyen kígyót, Lord Rikardot. Tehát igen, tehát az elmélet, ami hát nem elmélet, az most be is igazolódott, hogy hát az ősi kígyó, aki elnyelt egy félistent, az nem mást nyelte el, mint Rikardot, Sógort. Kárhozott vagy. Here to put the demigods to the sword. Így van. Then please, kill the great serpent. Feltétlen. Devoured Praetor Rikard. Igen, és itt el is mondja konkrétan. The serpent slaying spear in the lord's chamber. Ezt mondjuk jó tudni. Tarnished. Brandish the spear and run him through. The great serpent. That unspeakable monstrosity. Hát azt mondja nekünk igazából, hogy te kárhozott vagy. Kérlek, öld meg a nagy kígyót. A nagy kígyót, mely felemésztette Lord Rikardot. A kígyó... A lándzsát, amivel meg tudod ölni, a nagy kígyót ott hagytam az úrnak a termében, hát Rikard chamberében gyakorlatilag. És hogy dövd át rajta. Praetor Rikard's ambitions. Though blasphemous, marked him a worthy sovereign,
but they were reduced to gluttonous depravity once he gave himself to the serpent. Whatever that thing is, it is no longer Praetor Rykard. Someone must kill him to spare him and his ambitions from further dishonor. Jó, igazából a lényeg az az, mert nem igazán tudnám lefordítani, hogy egész pontosan mit mondott, de hogy úgy tűnik, hogy a Rykard az saját akaratából, tehát hogy ő maga adta át saját magát a kígyónak gyakorlatilag, tehát hogy hagyta magát felfalni, és hogy bárhogy is van, de az a dolog, ami most ott van, az már nem egészen Praetor Rykard, tehát hogy bármi áron meg kell ölni, meg meg kell állítani. Worthy tarnished. Így van, kígyó ölő lándzsát ott hagyta. Only thing that can kill. Így van, és az nagyon fontos, hogy ezt a... It through. The great serpent, that unspeakable monstrosity. Na tehát az a lényeg, hogy ezt a félisten most kifejezetten csak az a nagy kígyóölő lándzsával fogjuk majd tudni sebezni. Tehát, hogy itt a Sombersmithing Stone 9-es Moonveilünk, meg a varázslataink, meg semmi nem fog ellene használni, úgy, mint az a... Diallos visszajött. Hello. És megint ki van borulva. Ah, it's you, is it? I'm terribly sorry. But would you mind giving me some time to myself? I haven't achieved anything at all thus far. Even though I've dirtied my hands time and time again, I'm still yet to achieve anything. Perhaps I am a fool after all. No, it's worse than that. As things stand, I've given up on the path of revenge and sullied the name of my house. What an easy mark I must have been. How did it take me so long to realize, honestly? There's just no end to my foolishness, is there? Hát igazából ő most azon bánkódik, hogy ugye a taníték átbaszták, hogy a bosszú az nem a te utad, meg mit tudom én, tehát hogy ideédesgették a vulkán birtokba, és addig-addig beszéltek neki, még végül a bosszúról teljesen lemondva csatlakozott a recusantok közé, hogy majd ő is a kárhozottakat fogja vadászni annak érdekében, hogy a Rykardéknak majd jó legyen minden. És akkor most jött rá arra ennyi idő után, hogy hát teljesen bolondot csináltak belőle, meg hogy tiszta naív volt, meg hogy miért fogadta el ezt egyáltalán, hogy még mindig nem sikerült elérnie semmit, meg mit tudom én, azt mondom, most itt kesereg ezen a dolgokon igazából. Hát barátom. It's worse than that. As things stand, I've given up on the path of revenge. Így van meg, hogy beszennyezte a házának a nevét, meg ilyenek igazából. Hát, most erre mit mondjak? Jó. Na, srácok, tudom, hogy azt ígértem, hogy tovább fog tartani az epizód, mert hogy nagyon sokat elpofáztam belőle. Meg mit tudom én. De ugyanakkor... Tanít az nem mond valamit ilyenkor egyébként. De ugyanakkor azért szeretnék elköszönni, mert szeretnék utána nézni annak a bossnak, hogy lehet oda eljutni. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. It cannot igen. Come a day too soon. Oké, hát figyelj Tanít, a következő részben szerintem látni fogjuk a Lordodat. És remélhetőleg utoljára, először is utoljára, de most itt az van, hogy nekem még egy bosst el kell intéznem, szóval ennek utána kell néznem, úgyhogy sorry srácok, de legyen az, hogy akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte a részt, remélem, hogy tetszett, tudom, hogy ez olyan epizód volt, hogy játék közben kicsit itt nem egészen a játékra fókuszáltam, hanem így kiventilláltam magamból ezeket a dolgokat, de muszáj volt, és egyébként tényleg írjátok le véleményeteket, észrevételiteket a komment szekcióba ezzel, vagy bármi mással kapcsolatban.
tényleg a kíváncsiak rá, hogy ki az, aki PC-s, ki az, aki Xbox-os, ki az, aki PlayStation-ös, meg hogy leginkább, hogy miért, mi szól mellette, mi szól ellene. Mondom, lehet, hogy erről egy community posztot is fogok egyébként csinálni az én a community tabon, mert tényleg kíváncsi vagyok. Hogyha nem jut semmi eszetekbe, akkor bármilyen algoritmus támogató kommentért is végtelenül hálás leszek. Lájkoljátok, csak annyi legyen, hogy tényleg ne egy szavas, meg egy karakteres, illetve linkekkel teletűzdelt kommentek legyenek ezek, hanem remélhetőleg olyanok, amiket a YouTube az nem észlel spamnek. Lájkoljátok is a videót annak érdekében, hogy minél több potenciális nézőmhöz eljuthassak. Nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig értesüljetek a legfrissebben feltöltött tartalmaimról. Kövessetek be Facebookon, Instagramon, TikTokon, és találkozunk a következő részben, ami talán már remélhetőleg a fejezet záró epizód lesz. És igen, ott találkozunk, úgyhogy én Peti voltam. Sziasztok!